Felnőtteknek szól a Csodamalom Bábszínházba érkezett vendégelőadás. A Magamura alkotóműhely Johannes Fausta nagyra vágyó mágus híres történetét vitte színre. A marionett játék az élet értelméről, a mindenkori ember sorsáról és az elmúlásról szól. A kísérleti darab a Covid-járvány ideje alatt keletkezett, azóta országszerte sikerrel játsszák. Miskolcon szombaton délután lesz az utolsó előadás. Most mondok egy mondókát, és ahogy mondom, te szépen lassan átalakulsz. Világos? A mindenkori ember keserves sorsát járja körbe Johannes dr. Faust története. A nagyravágyó mágus az ördöghöz fordul segítségért. Még mielőtt megkérdeznéd, Faust, az én nevem Mephistopheles. És olyan gyors vagyok, mint az emberi gondok. Ez remek. Akkor pont te kell lesz nekem. Faust egyességet köt Mephistóval, aki a doktor minden óhaját teljesíti. Cserébe viszont a saját testével és lelkével fizet. Uram, uram, irgalmazom. A Magamura alkotóműhely tagjai vendégszereplésre érkeztek a Miskolci Csodamalom Bábszínházba. A Faust azért számít különleges előadásnak, mert kifejezetten a 12 éven felülieknek ajánlják. Faust nagyon-nagyon hálás anyag, mert van benne sok mágia, sok effekt, nagyon sok feszültség, tükrözi az embernek haláltól való félelmét, meg feszegeti az, hogy mennyire tud érvényesülni az ember akarata, mi történik, hogy átlép határokat, amelyeket nem lenne szabad átlépni. Mit érdekel téged az örök élet titka, ha annak reményéről is lemondtál, amikor velünk szerződtél? Hát ez igaz. A bábszínház vagy bábjáték a színjátszás egyik legősibb formája, és mint olyan eredetileg felnőttekhez szólt. Mára azonban a többség fejében egyértelműen gyerekműfajként él. Ennek megváltoztatásán számos társulat és alkotóközösség dolgozik. Az utóbbi, azért merem állítani, hogy 10 évben már azért születtek olyan előadások, amik felnőtteknek születnek, és olyan témákat dolgoznak föl, legyen ez az elmúlásról, vagy legyen ez a születésről, legyen ez akár vannak olyanok, amik a kicsit ilyen, hogy mondjam, csiklandós témával is foglalkoznak, nagyon ízlésesen, és hozzá beletartozik akár ez a Faust előadás is. Miskolcon egyelőre nincs hagyománya a felnőtt bábszínháznak. A Csodamalom viszont igyekszik megteremteni ezt, és törekszenek arra is, hogy minél több olyan előadást tudjanak beépíteni a műsornaptárba, amelyek kifejezetten a felnőttekhez szólnak. Az előadásról még több részletet és a készítőkkel hosszabb beszélgetést a májusi promenádban láthatnak majd.